Szép estét. Mi vagyunk a Random Therapy Budapestről. Következő dalunk a Smile. Fogadjátok szeretettel. Walking in silence without a word. It's just you against the world. No one cares, you feel alone. Looking for forgiveness, your heart like a stone. When anything happens simply wrong, it's time for you to be strong. Random Therapy-nak először a nevével kezdjük. A random az biztos, hogy az, hogy többféle zenei stílus. Ti hogyan fogalmaznátok meg? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából nem ez volt a cél, mert tényleg elég sokféle zenét próbálunk összehozni. Tehát nincs két egyforma dalunk stílusban, ezt már így megállapítottuk, és ez így random jön, tehát hogy így nem tudatos. A névválasztás az egyébként az én agyamból pattant ki ez a Random Therapy ötlet, és nem tudom hány hétig gondolkoztunk rá, és mindenki dobálta föl a neveket, és akkor valaki mindig megvírozott valamit, hogy ez így, ezért nem jó, ez azért nem jó, és akkor ne legyen, sokáig gondolkoztunk rajta, és egyszer így már ott tartottam, hogy már terápia kell, tehát tényleg terápia kell, és akkor ez így beugrott, hogy Random Therapy, beírtam a csoportba, és mindenki rájött, hogy jó, nagyon jó legyen ez. Úgyhogy ennyi volt a sztoria, nem, nincs mögötte ilyen hatalmas nagy dolog, de egyébként
szoktuk mondani, hogy terápia zenét játszunk. Pont ez jutott eszembe, hogy a terápia az utalhatna arra is, hogy saját magatoknak egyfajta megtisztulás, vagy egy befelé fordulás, és akkor úgy érzitek, hogy a random terápia az teljesen rendben van a zenév, még most is így érzitek? Inkább már a közönség felé fordulunk ezzel, hogy nem nekünk terápia, hanem úgymond a közönségnek akár, hogy van nagyon-nagyon sok olyan dalszövegünk van, amelyik hát ilyen komolyabb témákat érint, van, amelyik viszont ilyen nagyon vidám, lelkesítő. És ezekkel próbáljuk. De első körben magunk miatt volt. Azt mondod, hogy a közönségnek milyen tapasztalataitok vannak eddig a közönséggel? Hol tudtatok eddig fellépni vagy megmutatkozni? Az első fellépésünk az Kelemvölgyön. Igen, ez egy rock klub tulajdonképpen. De ilyen házi koncertek voltak ott csak. Egyszer tudtunk ott fellépni, még más tagok voltak a zenekarban. Hát az első koncertünk volt. Sikerült, ahogy sikerült, teltházat csináltunk, de nem, azóta már sokkal jobbak vagyunk. Tehát én nem vagyok annyira büszke arra a koncertre teljesítményileg. Viszont mindenki dicsérte. Hogyan születnek a dalok? Mert azért van magyar is, van külföldi is, van mindenféle stílusba is. Hogy lehet ezt így összehangolni, vagy hogy tudnak a dalok megszületni? Valószínűleg azért ilyen sokfélék a zenéink, mert hogy ez is ilyen sokfélén születik. Én vagyok a szövegíró, meg én rakom össze ének dalomot általában a dalokhoz, viszont van két gitárosunk, sőt most már a basszusgitárosunk is ír dalt, akik így kreatívkodnak ügyesen, és akkor hát van olyan dalunk, amit mondjuk az egyik gitárosunk csinált egy alapot, és akkor úgy passzolt át nekem, na csinálj rá szöveget, dallamot. Volt olyan is, amikor én csináltam egy sima ének szöveg valamit, és akkor ők raktak hozzá zenét, tehát hogy ilyen össze-vissza tagokkal, tehát hogy mindig másnak van valamilyen. De lehet, hogy pont ezt fogja megadni a random terapinak a különlegességét és az egyediségét, sőt, a dobosatok mellett sem mehetünk el. Nem bizony. Egészen egyedi. Hogy találtátok őt meg? Igazából ő volt az első, meg az akkori basszusgitárosunk, akik ezt az egészet el akarták indítani, hogy legyen egy zenekar. Tehát ő alap volt, ő adott volt, ő talált meg bennünket tulajdonképpen. Mennyire könnyű vagy nehéz, ezt majd ti eldöntitek, ilyen generációs különbséggel együtt dolgozni. Mindenki nagyon fiatal nálatok, ez tény, de azért láttuk, hogy nem mindennapi az összetétel. Én nagyon könnyen szót értettem, szinte azonnal mindenkivel, ahogy bekerültem így a zenekarba. Mondjuk nagyon-nagyon másnaposan sikerült elmenni így az első meghallgatásra, de ahhoz képest elég jól sikerült. Amikor Zsuzsi jött, akkor szinte azonnal éreztem, mint egy ilyen kis családnál, hogy akkor így megvagyunk, megvan a létszám, megvan mindenki, és így jó érzésem volt ezzel kapcsolatban, hogy hiába idősebbek, én azt láttam bennük, hogy lehet, hogy idősebbek vagy ilyesmi, de viszont rengeteg tapasztalat van mögöttük, mind zenei téren, mind élettéren, hogy akkor hogyan szervezzük a próbákat, koncerteket. Ili a dobosunk, ő amúgy a zenekar vezetője. Nem, tulajdonképpen igen. És ő intéz nekünk mindent. Tehát meghalnánk nélküle. Igen. Meg hát az, hogy vannak idősebb hölgytagok is a zenekarban, ugye lehetőséget ad arra, hogy egy erősebb koncert után mondjuk finom húslevessel tudjatok regenerálódni. Minden tehetségkutató egyfajta fellépés is nektek, és ugye azt említettétek, hogy tehetségkutatóból már volt bőven. Van ennek valamilyen hozanatja? Tapasztalat szerintetek? Mindenképpen. Élmények mindenképpen. Nagyon sok embert megismerünk, tök jók a visszajelzések, tök jó, hogy szakemberek elmondják, hogy mit gondolnak, mit csináljunk másképp. Ez így hasznos szerintem. Amikor egy ilyen tehetségkutatónak a zsűrizését hallgatjátok, azt utána mennyire tudjátok beépíteni a próbákba, vagy a következő zenékbe? Igyekszünk. A múltkorinál is szerintem nagyon sok olyan info. Például az, hogy magyar zenéket, meg hogy az onnantól jött, addig csak angolul írtunk. Vagyis, hogy hát
Igen, igyekszem, pusolják a fiúk, hogy írjak magyar szöveget. Ebben én vagyok a ludas, tehát ez az én saram. Meg a több szólam, igen, az meg az ő sara amúgy, mert hogy én rögtön mondtam, amikor bekerültem, milyen jó, ketten vagyunk, lehet két szólamba énekelni, és Domi meg nem, azt úgy nem jó, és nem, most már átmegy nála is. Azért voltam a több szólam ellen, mert engem elhúzott azonnal, hogyha más énekhangot hallottam az enyém mellett, azonnal hozzáálltam, és ő ment fölfele, azonnal mentem én is fölfele, és így nagyon-nagyon nehéz volt nekem ezt így korrigálni. És akkor találtuk ki, hogy akkor oktáv különbséggel azt meg tudtam tartani, csak ott Sopronban mondták, hogy ez nem jó. És azért itt már több szólam van. Igyekeztünk. És miért pusolod a magyar szövegekkel? Én nagyon szeretek magyarul énekelni. Nekem az ilyen P-mobil, P-box, azek nagyon-nagyon átjönnek. Koncerten szoktunk is tőlük játszani pár dalt, és az a visszacsatolás, hogy abban nagyon otthonosan tudok mozogni. 10 év múlva hol szeretnétek tartani ezzel a zenekarral, hogyha egy koncert után 10 év múlva leülünk, akkor miről tudunk majd beszélgetni? Jó kérdés. Válaszolsz? Hát, hogy milyen jó volt a Fezen Fesztiválon fellépni, a Szigeten is akár, a Volt Fesztiválon is. Én ilyen 10 év múlva szerintem igyekszünk. Kellő igyekezettel, meg Pufin Lekvára. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.